A felújított Márton-Áron téren ünnepelte tegnap este Székelyudvarhely a magyar államalapítás napját, augusztus 20-át. A városi már negyedjére tiszteleg rendezvény sorozattal a jeles nap előtt, idén a korábbiakhoz képest, bensőségesebben, főként a kulturális jellegű programokat részesítvén előnyben ünnepeltek a lakók. A négy napig tartó rendezvény záróestjén Bunta Levente polgármester szólt az ünneplő székelyudvarhelyiekhez. Köszöntőjében kihangsúlyozta, van, amit ünnepeljen, és van, amire emlékezzen a magyar nép. Van mit ünnepelnünk, és van mire emlékezzünk. Remélem, hogy lesz jövőnk is, sőt, meg vagyok győződve, hogy jövőnk is lesz. Hogyha Mohács óta több száz éven keresztül bizza szenvedtünk, hol a török miatt, hol a német miatt, vagy oszták miatt, végre egy pár évtizede tartósabban szabad az ország, Magyarország. Az anyaországnak jól kell sápárkodnia, hogy a küldetését betöltse. Szent István ezért példa előttünk, hisz önálló keresztény államot szervezett, akkor, amikor még mások ezt nem tették. Törvényeket, vármegyéket, püspökségeket hozott létre. Államának megszilárdítása érdekében törvényeivel védte a magántulajdon, egyházat, de a tudományok a közelkörs tiszteletére és a béke szeretetére intette a népét. Augusztus 20-a az új kenyér ünnepe is. Ebből az alkalomból kenyér szentelése is sor került tegnap este. Egyházi elöljáróink megáldották és megszentelték az ünnepi asztalon felsorakoztatott új kenyereket, melyekből mintegy 20 darabot a helyszínen szeleteltek fel. A többit a Gyulafehérvári Caritas udvarhelyi osztályának munkatársai segítségével rászoruló személyek, illetve olyan helyi vállalkozások, cégek vezetői vehettek át, akik tevékenységük révén több mint 100 embernek biztosítanak munkát és megélhetést. Az est másik felemelő momentuma a város kulcsának átadása volt, melyet ezúttal először a kitüntetés történetében egy hölgy, Gyöngyösi Judit, a legrégebbi székelyudvarhelyi készruhagyár vezérigazgatója vehetett át. A Lázár Imre harangöntő és csapata készítette kulcsot, a város polgármestere adta át. A kitüntetett hangsúlyozta, ez nem csak az ő, hanem csapata valamennyi tagjának érdeme. Büszkeséggel tölt el, hogy idén rám esett a választás, habár feltételezem, hogy ez nem csak a személyemnek, hanem a munkaközösségnek is szól egy kicsit, amelyiket képviselek. Remélem, még sok-sok éven keresztül megmarad és működni fog a gyár, ezzel kereseti lehetőséget, megélhetést biztosítva a több száz udvarhelyi családnak, és remélem, hogy még sok-sok éven keresztül szép eredményei lesznek, amelyek által udvarhely város életébe pozitíven tudunk besegíteni. Az ünnepi gesztus már hagyománnyá érett Székelyudvarhelyen. A jelképes értékű város kulcsot azoknak a személyiségeknek adják át minden évben augusztus 20-án, akik a városért, a közösségért értékes munkát fejtettek ki. Az ünnepség István Ildikó népdalénekes és barátai, valamint a székelyudvarhelyi boróka, kékiringó és gereben néptánccsoportok fellépésével, illetve a már hagyományos tűzijátékkal zárult.